estét kívánok, kedves nézőink! Székesfehérváron 100-nál is több kispályás foci csapat viaskodik egymással a különböző szintű bajnokságokban. Most induló műsorunkban a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályát mutatjuk be. 12 héten át minden szombaton 65 percben számolunk be a 14 csapatos pontvadászat küzdelmeiről. Minden héten egy teljes mérkőzést láthatnak, valamint a többi összecsapás képeivel számolunk be, nyilatkozatokkal színesítve. A régi videóton játékosokat is felvonultató C plusz V együttese veretlenül vezeti a tabellát. Hétfőn a Gallon Kft. Csapatával találkozott a Köfém sportcsarnokban. Köszöntöm a kedves televízió nézőket a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 14. fordulójában, ahol a bajnok aspiráns C plusz V és a Gallon Kft. Csapatai csapnak össze. A C plusz V együttese vezeti a bajnokságot 26 pontjával. Az előnye igen nagynak mondható, és ez azt eredményezi, hogy igen ismert és rutinos labdarúgók játszanak az együttesben. Viszont a kapuban Diszl Péter áll, aki pályafutása nagy részét a videótonban töltötte, és a magyar nemzeti együttes kiválósága is volt. Oldalvonalon hagyta el a labdát, a játékteret a labda, így a C plusz hozhatja játékba játékszert. Csuti bedobását pedig Rizinger Mihály, a Gallon kapusa húzta le. Egy nagy lövés Lepcsényi volt az elkövető, azonban az a kapu mellé szállt. A Gallon Kft. Csapata tavaly került fel az NB1B-ből, ahol ezüstérmet szereztek. Ők nem labdarúgóik egyéni teljesítményével emelkednek ki a mezőnyből, hanem inkább az erőszakos, rakkolós játékot részesítik előnyben. Lepcsényi kapja a labdát, megpróbálta középre játszani. Diszl nagy kidobása, a másik kapuig egészen Rizinger kezébe. Tehát a Gallon fekete-fehér csíkos mezben játszik, balról jobbra a képernyőn. A C plusz F pedig bordó narancssárgában, bordó mezben Bors. Egy keresztlabdával próbálkoztak, Horváth Zoltánnal próbálták átretenni a labdát. Kiszi József volt az. Lepcsényi. Lepcsényi és Horváth Ferenc a labdáért a versenyfutásban. Marad a Gallonnál a labda. Bors István is Horváth Zoltán együttes erővel hárították a lövést. Így bedobással folytatódhat a játék. Csuti bedobása. Lepcsényi lőtte rá, majd saját játékostársa hátán pattant meg a labda változatott irányt, és így az hálótartó vasat találta, és egy óriási kapufa. Diszl Péter még osztotta az utasításokat védőtársának, miközben egy
óriási kapufával hagyta el a labda játékteret. Bors. Csuti állította meg az átadást. Mayer László próbálkozott egy előreíveléssel, azonban az átadás hosszúnak bizonyult. Kiszi szerelt, marad a labda a Csépűszvénél. Bors, Horváth Ferenc, leperdült a lábáról a labda. Lepcsén cselezget a saját 9-es vonalánál, a labda pedig Diszli Petyáé. Lepcsényi tisztáz fejjel, elengedhette volna a labdát Reisinger Mihálynak. És egy óriási gól. A szöglet után Kiszi József vágta a labdát a gallon hálójába az 5. percben. Lepcsényi kapja a jobb oldalon, felfutott a szélen, majd Horváth Ferenc vezetheti az ellentámadást. Sokáig várt, szerelték. Nem jutott el a kapuig Lepcsényi. Horváth kapja ismét, messziről lő. Véd a kapus Reisinger Mihály. Mayer próbálta szerelni Csuti. Viszli és Bors játszik össze. Bors lövi el. Kapu mellé száll. Nagy lövés a kapu fölé. Ismét egy szöglet kombináció volt. Horváth Zoltán. Bors. Kiszit próbálta volna játékba hozni a jobb oldalon. Lepcsényi bedobása a kapusnak. A kapus pedig ismét Lepcsényinek. Horváth és Kiszi szerelt együttes erővel. Horváth Ferenc próbálkozott 10 méterről egy lövéssel. Ez azonban levágódott. Lepcsényi. Szép cselek. Nagy lövés mellé. Kiszi kapja. Sarkozás, közbeléptek a gallon védői. Az őszi fordulóban, illetve az őszi idényben a két együttes szeptember 18-án találkozott, amikor is a Csépűszvén 5-0-ra verte a gallon Kft. Csapatát. A gallon jelenleg a 6. helyet foglalja el a bajnoki tabellán. Lepcsényi végezhet el szabadrúgást. A kapu mellé szállt. Kissé pontatlan volt az irányzék. Mayer. Kiszi csúsztatja meg. Bors. Jó a csel, és jó a lövés is. Reisingernek kellett öklöznie.
Újabb szöglet, újabb gólszerzési lehetőség a Csépuszi előtt. Horváth Ferenc végzi el a sarokrugást. Borstól kapja vissza, majd kényszerítőzni próbáltak. Még mindig a Csépuszinél a labda. Kiszi, szép csel. Még egy. Jó a passz is. Az utolsó pillanatban fülelték a Bors átadását. Hiszen füles hátvédek. Mayer. Csuti. Még mindig ő. Viszlu Péter vetődik ki a passzra. Kiszi. Horváth Ferenc. A rövid sarokra próbálta helyezni a labdát, azonban Rizinger Mihály útját állta a lövésnek. Borsnak tette le Horváth Ferenc, aki fölé durrantott. Lepcsényi. Nem sikerült a váltás csapattársával. Ez szép megoldás volt azonban. Kissé hosszú és az oldalvonalon hagyta el a labdajátékteret. Mayer a túloldalra Borsnak. Viszlu Péter vágja előre. Kiszi. Szép passz. Horváth Zoltán átadása már nem jutott el a középen ólálkodó Horváth Ferenchez. Bors indulhat meg a bal oldalon, 3-2, 1-2 ellen. Rizinger véd lábbal, azonban még mindig ott a helyzet. Kiszi csele azonban már túl komplikált volt. Mayer szerez labdát. Egy technikai hiba után Horváth Ferenc. Rizinger hárít lábbal, azonban majdnem a saját kapujába perdült a labda. Horváth Ferenc nézzét, kinek adhatná a labdát, ehelyett az ellen játékosával lőtte. Újabb szöglet most, Kiszi József végezheti el a sarokrúgást. És most már bedobáshoz juthat a Csépuszi. Horváth egészen hátra Borsnak. Mayer. Mindig ő. Nagy lövés. Rizingert megzavarta az előtte átfutó Horváth Ferenc. És az utolsó pillanatban tudott csak hárítani. Kiszi. Horváth Ferenc felpörgeti Horváth Zoltánnak. Köszönöm. 12. perc, 1-0-ra vezet a Csépuszi. Csuti. Lepcsényi. Csuti kapta volna vissza a labdát, azonban nem jutott el hozzá. Bors szerzi meg. Kiszi, szép a sarkazás. Csuti indulhat meg. Mayer lépett közbe jól. Kiszi. Horváth egyedül. Kapufa. Csuti. Lepcsényi. Egészen Rizingernek hátra. Csuti és Lepcsényi most a hátsó alakzatban. Kiszi szerez labdát és indítja Horváth Zoltán. Lepcsényi próbálkozott a félpályán túlról.
Ez a kapu mellé szállt. Meyer. Horváth nem tudott mit kezdeni a labdával. Csuti gyorsabb volt és megelőzte. Meyer indul meg, és ez egy szabálytalan megmozdulás volt. Meyer Lászlót gáncsolták el a félpályánál. A két horvát játszott volna össze. Ismét közbelépett egy zebra láb. Már elnézést a kifejezésért, tehát a fekete-fehér mezes védő csípte el a labdát. Kis Lajos játékvezető engedélyt adott a szabadrúgás elvégzésre, és egy gyönyörű mozdulat. Kiszi József pompásan emelte a labdát Horváth Ferenchez, aki a labdát levegőben tart a fordulásból. A kapura tűzte azt, amit Rizinger csak szögletre tudott hárítani. A szöglet után pedig Kiszi durrantott mellé. Csuti kapja. Lepcsényi indul a bal félen, már középen van. Azonban nem jutott el hozzá a labda. Új játékos a Cséplőszri együttesében a pályán, Müller Csaba személyében, aki a Videótonban és a Gázszerben is, mint játékos, és a Gázszerben, mint edző is ténykedett. Oldalháló. Müller Csaba Horváth Ferencet látotta, ez pedig egy gyönyörű mozdulat volt, ismét egy gyönyörű átadás, gyönyörű lövés, és Rizinger hárított ismét. A pályán nagy kettő János, Bors Istvánt váltotta a Cséplőszri együttesében. Az frissít. A tabella vezetője Müller. Egészen hátra Bisztinek, Meyer kapja. Kiszi, de szép volt az átvétel. Egy lehelet finom megoldás. És ott a második gól. Nagy kettő János a gólszerző. Kiszi József harcolta ki a helyzetet egy lehelet finom megoldással. Müller Csabához továbbított, aki gólpaszt adott a frissen beállt nagy kettő Jánosnak. 17. perc, tehát 2-0-ra vezet a Cséplőszri. Nagy helyzet volt kialakulóban, Szabó Barna került helyzetbe, ám az utolsó pillanatban tisztáztak előtte. Szabó végzi el a szögletet, Lepcsényi. Messze a kapu mellé. Kiszi. A labda marad a Cséplőszrénél. Gallon játékosai kifogásolják Kis Lajos játékvezető ténykedését. Müller, Meyer, szép labdaszerzés, Meyer viszi el, és az oldalán hálóba lő. Tizennyolcadik perc, 2-0-ra vezet a Cséplőszri. Ügyes kombináció volt ez is, azonban Kiszi a kapu fölé lőtte a labdát. Lepcsényi. Horváth Zoltán szerzi meg, majd
felrúgják. Kiszi. Müller Csabának próbálta volna tovább tenni sarokkal, aki a jobb oldalon futott fel, azonban nem volt elég gyors Müller Csaba, ahogy azt Kiszi József gondolta. Nagy kettő János végezhette el a bedobást. Müller. Mezőny fölényben a Csé plusz V. Jóval többet támad, mint ellenfele, akik csak néha-néha jutnak el Biszlő Péter kapujáig, de komolyabb zavart nem tudnak kelteni a rutinos sportásnál. Müller már a labdában, Kiszi felé. Kiszi József rendkívül előszeretettel alkalmazza a sarkazásos megoldásokat, amik zömében be is jönnek, ám olykor-olykor hiba csúszik a technikában. Lepcsényi végezheti el a kirúgást Szabó felé. Hosszú volt a labda Horváth Zoltán a bedobás után. Kiszi. Mayer kapja a bal oldalon hátul, majd egészen hátra Biszlőnek. Horváth Zoltánnal játszanak össze. Biszlő Péter kapja vissza. A kirúgás pedig pontatlan volt. Zinger, Szabó, Csanádi felé, és Horváth Zoltán szereli Csanádit. Csanádi legurítja Lepcsényinek, aki a kapu mellé lő. XXI. perc, 2-0-ra vezet a Csé plusz V együttese. Eddig beigazolódni látszik a papírforma. Müller. Lepcsényi. Csanádi lábára tartott rá Horváth. A galon játékosai szerint Kiszi. Csanádi szerel. Igen kemény mérkőzéseket hívnak a városi kispályás labdarúgó bajnokságban, és épp úgy, mint nagypályán. Komolyan veszik a játékosok ezt a sportágat, hiszen mondhatom, hogy a kispálya egészen más, mint a nagypálya. Horváth. Müller, Kiszi a kapu fölé, nem sokkal került el a hálót. Lepcsényi. Szabót buktatta Horváth Zoltán. Két perc van még hátra az első játék részből, 2-0-ás Csé plusz V vezetésnél. A tavalyi bajnokságot a Turul Line nyerte, megszakítva a Csé plusz V sokszoros, illetve hosszantartó hegemóniáját, hiszen a Csé plusz V korábban éveken keresztül birtokolta a bajnoki címet. És
most a Bordeaux-Medesgárda megpróbál visszavágni a Turulájnak idén a bajnoki babérokra tör. És jó úton haladnak eddig. Horváth. Kiszi, Horváthnak teszi vissza. Büzinger véd ismét. Remekel a Gallon Kft. Kapusa, Büzinger Mihály ezen a mérkőzésen. Sokszor kell hárítania, bravúrokat bemutatnia. Jobb oldalon az indítás. Viszli nagy kirúgása, Kiszi próbálta elcsípni a labdát, azonban megelőzte a védő Lepcsényi, aki most kapja a labdát, majd Csanádi. Letelt az első 25 perc, tehát a Csé plusz V 2-0-ra vezet a Gallon Kft. Ellen. Útjára indult a labda a második félidőben, tehát fordultak a csapatok. Pihenésre nem igazán volt sok idő. Mint egy 3 percet töltöttek pihenéssel a csapatok. Csanádi hozta volna játékba Szabó Barnát, a támadótársát. Komárom itt próbálta kapura tenni a labdát. Mayer. Kiszi felé az indítás, még megmentette a vonal előtt. Müller. Mayer még egészen hátra a disznek. Aki előre vágja, Kiszi megkaparintja a játékszert. A cselekben azonban nem tud kijönni. Csanádi ért oda. Müller bedobása. Prisinger húzza le. Szép az indítás, Szabó Barna, Horváth Zoltán jól keresztez, Müller. Kiszi, jól szakad előrzőjétől, Husz Károlytól. Bors, Müller. Jó elgondolás volt, azonban kis pontatlan volt az átadás. Kiszi József rendre zavart okoz a Gallon kapujánál, és mikor ezt kimondom, Mayer tör előre, és megszerzi a Csé plusz V harmadik gólját a második félidő második percében. Lepcsényi meg egészen hátra. Szabó csúsztatta meg, de Szli húzza le a labdát. Kiszi felé a nagy kidobás. Husz tisztázott. Lepcsényi. Csanádi. Müller. Kiszi. Bors tisztán, egyedül, szép csel. Lövés, Rizinger véd. Mayer szerzi meg a felező vonalnál. Végigviszi, majd pedig Csanádi szabálytalankodik vele szemben. A szabadrugást Kiszi József végzi el a 9-es vonalról. Elakad a védelemben a labda. Szabó adja hátra. Lepcsényi. Csanádi. Levágódik a lövés a másik 11-esről, Mayerről. Alba pedig a pályán kívül. Most már Csanádié. Második félidő, negyedik perc. 3-0-ra vezet a Csé plusz V. Bors.
Nagy lövés, azonban jó másfél méterrel a kapu fölé. A gólokat Kiszi József, Nagy Kettő János és Májer László szerezték. Szabó pörgette fel, fölöslegesen. Biszlő. Husz Károly hozhatja játékba a labdát. Nagy bedobás Komáromi felé, Májer tisztázott, Müller, ez is hosszú. Komáromi. Husz nem bírt, nem érte utol labdát, illetve utol érte, csak tudta rúgni azt. Rizinger, Lepcsényi, Csanádi, Horváth szerel, Kiszi teszi tovább, Husz, Lepcsényi, magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a gallon. Azonban lövő helyzetig még mindig nem jutnak el a fekete-fehérek. Müller. Kiszinek. Müller kapja vissza. Szép, de gyönyörű volt az akció. Bors István próbálkozott egy Magyar féle sarkazással. Nem volt elég erő azonban a próbálkozásban, és így Rizingeré lett a játékszer. Ez is szép elgondolás lett volna. Komáromi lövésébe azonban Horváth Zoltán nyúlt bele. Újabb szöglet, Szabó, 20. Borsról vágódik az oldalvonalon túlra. Második félidő, 7. perce, 3-0-ás Cséplusz félvezetés. Indulhat ismét Cséplusz vég. Kiszi, és egy óriási gól. Bors labdájával Kiszi lépett meg. Egyedül tört kapura, és egy óriási gólt lő, a felső lécről vágódott a hálóba a labda. 4-0 ezzel már a második félidő 7. percében. Kiszi, Müller, nagy játék volt, azonban az oldalhálót találta el Müller Csaba. Husz kapja. Kint van a labda. Husz. Még mindig ő. Csanádi próbálkozott. Müller. Májer. Még mindig ő szépen menti meg a támadója elől. Csuti. Lendvainak, aki egyből próbálkozott. Liszti Péternek azonban ez csemege volt. Kiszi. Menyhelyi. Lendvai. Májeré a labda. A Cséplusz lélek hátsó mezőny játékosa Müller. Kiszitől kapja vissza, 20 volt szabálytalan. Májer.
pontatlan volt az átadás, és Menyhely sem tudta lekezelni a labdát. Maier nyugalomra írt Inti csapattársait, majd Müller próbálta volna játékba hozni Kiszit. Ezt most Bors megteszi, Kiszi megállítja a tosonálán Bors Horváth Zoltánnak. Horváth vissza próbálta tenni középre, azonban nem érkezett játékos, ahova ő gondolta. Kiszi. Horváth Zoltán figyelmezteti a játékvezető. Menyhely. Menyhely futtatta meg a bal oldalon Husz Károlyt, aki be tudta adni a labdát, igaz, nem érkezett csapattárs a kapu előterében. Maier. Csuti szerzett labdát, most Lendvainál. Húsz az üres kapuba. Ez egy szép akció volt, egy szép befejezéssel. A 36. percben Husz Károly szépít. 4-1 tehát. Tehát a két csapat közötti őszi eredmény már nem fog megismétlődni, hiszen amit azt már mondtam, akkor a Csépüszi 5-0-ra nyert, most pedig már Ogallon szerzett egy szépítő találatot. Időközben szöglethez jutott a Csépüszi. Egy beadást tisztáztak fejjel a Gallon védői. Bors kapja. Kicsit hosszan vette át, így Csuti idejében tudott szerelni. Kiszi. Ismét egy sarkazós trükkel próbálkozott, ami nem jött be. Csuti cselezget. Nagy kidobás Kiszi József felé. Egyből is egy hatalmas kapufa. Kiszi József rendkívül technikás játékos, de hát ez gondolom nem újdonság. Maier. Diszl. Müllernek. Maier kapja ismét, aki továbbítja Horváth Zoltánnak. Csuti lép közbe, és indulhat a Gallon támadása, amit Müller Csaba fülel le. Csuti. Jó a csel. A továbbítás már kevésbé. Husz. Menyheinek, Menyhely lefejelte a labdát az érkező Csanádinak. Azonban ő nem ért el a labdát. Most szabadul fel a Csépüszi kapuja. Csuti. Még mindig ő. Müller. Nagy lövés. Kapu mellé. Úgy gondolom, az utóbbi percekben lehetett volna megfogni a Csépüszét, ha a Gallon befejezi támadásait, és hát leginkább góllal fejezi be. De hát ez ugye természetes dolog, hogy akkor tudnának felzárkózni, ha gólt lőnek. Diszl fejjel, Horváth, Müller még. Vissza Diszl Péternek, aki előreível, amit Csuti szerez meg, most már Nagy Kettő János továbbította a labdát egészen hátra Müller Csabáig. Maier. Nagy Kettő fejjel, vagy Lendvai is. Megzavarta Diszl Pétert a csúsztatás. Csak kiütni tudta a labdát. Menyhelyi. Horváth Zoltánról vágódik ki a labda.
39. perc, 4-1-re vezet a Csép plusz V. Az előny magabiztosnak mondható. Tizenegy perc van hátra még a mérkőzésből. Bors. Csuti szerzi meg nagy kettő János elől, Menyhelyi. És Menyhelyi ellen szabálytalankodnak a 9-es vonal előtt, 11 méterre. Viszli Péter kapujától. Csuti, Lendvai. Müller szabadít, Bors. Lendvai próbálkozott. A Csé plusz V dobhatja be a labdát. Horváth. Nagy kettőnek próbálta visszatenni. Viszlő. Ügyes csel volt. Müller. Bors. Müller szerez ismét labdát. Saját 9-es vonalánál. Mayer. Kissé bizonytalan. Egy gyönyörű csel, utána Bors kapja. Rizinger hárít. Igaz érte Bors István lábát is, de előtte a labdát érte. Bors István dobta be a labdát, és az érkező Horváth Zoltán tette kapura, ami kis hián a hálóba jutott. Csanádi cselezgetett, és tudta továbbítani, majd egy nagy lövés. Csuti volt az, aki disztül kapuját vette célba, azonban a hálója a helyén volt. Nagy kettő, szép csel, a továbbítás már nem sikerült, Lendvai lépett közbe. Nagy kettő kezére, vágódott érzésem szerint a labda, a játékvezető sípja azonban néma maradt. Második félidő, 17. perc, 4-1-es Csé plusz V vezetés. Kis József cselezget, nagy kettő János. Kiszinek passzolta volna vissza. Mayer. Biztul előre, Lendvai szerzi meg az átadást. Csuti. Nem értették meg egymást a bal soroknál tartózkodó Csanádival. Kiszi, Müllertől kapta. Horváth. Mayer. Viszli Péter. Kiszinek. Nem bírta lekezelni az átadást. Ugye a galban hozhatja játékba a labdát. Kiszi mutatott be egy cselt ismét, azonban Lepcsényi nem engedte, hogy leforduljon róla az ellenfél játékosa. Szabadrúgáshoz jutott a Csé plusz V. Müller.
Csuti csúsztatta meg. Mayer kapja a felezővonalnál. Müller. Nagy kettő. Kiszi kapja. Azonban előtte már védőjét semlegesítette Kiszi József. Szabálytalanul. Csuti. Lendvai. Nagy kettő szerzi meg. Lendvai azonban visszaszerzi. Csanádi diszlőjér oda gyönyörűen. A másik oldalról vetődött oda diszlő Péter. És parádésan hárított. Csuti. Nem volt pontos az átadás. Egészen pontosan 5 perc van még hátra a találkozóból. 4-1-re vezet a Csé plusz V a Gallon Kft. Ellen. Viszlő. Menyhelyi. Még mindig ő. 12 méterről próbálkozott Menyhelyi Zoltán, nem találta el a kaput. Kiszi. Nagy kettőnek próbálta passzolni a labdát, azonban kicsi hosszú volt az átadás. Menyhelyi. Mayer. Müller kapja. Müller még mindig a jobb szélem. Leadja Kiszinek. A beadás nem sikerült. Mayer. Úgy gondolom lassan. Biztossá válik a Csé plusz V győzelme. Hiszen egyre fogy az idő, de nézzük a támadást, Lendvai. És Horváth szerel. Úgy érzem, a Gallonban nincs annyi elszántság, hogy meg tudnánk fordítani az eredményt. Erre Risinger cáfol rá, egészen 15 méterre jön ki kapujából, és felszabadít Kiszi József nevől. Mayer. Nagy kettő János finom megoldással próbálkozott. Horváth Zoltán. Nagy kettő. Lepcsényi szerzi meg a levegőben. Csuti, Csanádi, Menyhelyi, majd Lendvai a labda útja. És ismét bedobással folytatott a játék. Nagy kettő. Müller a kapu fölé. Lepcsényi. Ez is elkerüli a kaput. Mayer. Csuti fejelte ki az alaponalon túlra a labdát Kiszi József elől. A szögletet Kiszi végezheti el. Nagy kettő. Ez már kint volt. Második félidő, 24. perc. 4-1-re vezet. A Csé plusz V együttese Menyhelyi. Mindig ő diszlivét szépen. És Mayer emelte ki egészen a másik kapusig, Risingerig. Lendvai. Horváth.
Menyhelyi rúg utána. Nagy kettő. Szép csel volt, gyönyörű kötény. Kiszi, és majdnem öngolt lő Csuti. Most nagy kettő János mutatott be, ez kisebb fajta parádét. A Csépluszében Horváth Ferenc a pályán, a csapatfőnök. Lendvai szerelte Müllert, Menyhelyi. Rossz az átadás. Müller. Hárman az egyvédő ellen, Horváth, és Csuti odaér. Túl sokat felt Horváth Ferenc. Rizinger. Lepcsényi. Kiszindul megdiszti labdájával. Szépek a cselek. Nagy kettőt azonban megelőzi Csuti. Lepcsényi. Disztl véd ismét. Disztl Péter remek formában véd ezen a mérkőzésen. Horváth kapja az indítást, egyedül fordulhat kapura. Bent érkezik Mayer, azonban Horváth a mögé adta a labdát. A mérkőzésnek vége tehát. 4-1-re nyert a Csépluszi együttese a Gallon Kft. Ellen, és így megőrizte vezető pozícióját a tabellán. Tehát a Csépluszi továbbra is magabiztosan menetel a bajnoki címért. A következő percekben nézzük a többi játéknap történéseit. A 15. forduló küzdelmeit a Fapados Söröző Fevita összecsapás nyitotta, amely a papírforma szerint könnyed Fapados győzelmet ígért. Az első félidőben az történt, amit a bajnoki harmadik helyezett játékosai akartak, és 3-0-ás vezetéssel vágtak neki a második 25 percnek. Itt már izgalmassá vált a játék, a Fevita elszánton és eredményesen küzdött, de nem tudott felülkerekedni ellenfelén, és végül 6-4 arányban maradt alul. A bajnokság indulásához viszonyítva már magasan jobb volt, mint az első. Hát ha így folytatjuk tovább, akkor remélem, hogy lesz esélyünk, hogy a középmezőtől egy kicsit el tudunk úgy maradni, úgyhogy, de bent tudunk maradni talán az első osztályban. Úgyhogy. Hát még egyelőre csapat, az sok sérülés, most már nincsen probléma, úgyhogy remélem, hogy a következőben már jönnek az eredmények is. Ma már a Fapados ellen, nagyon jó csapat ellen, ez már kecsöktető eredmény, ez már nagyon szép. Igen, 3-0-ás fél idő után nagyon szépen feljött a csapat. Hát igen, megtaláltuk az ellenfélnek a gyengébb pontjait, esetlegesen a védekezésünkben is vissza tudtunk érni, és ami nagy szerencsénk volt, a gól, a helyzet kihasználásunk az most már jobb volt az előbbihez képest. Úgy érzem, még nagyon idényelei forma, amit nyújtottunk, de remélem azért még jobb lesz. Most nagy nehezen nyertünk, tavaly is egy ilyen meccset játszottunk velünk, 3-0-ra vezettünk, és nagyon jöttek 3-2-nél, tavaly 3-3 lett, hát de most szerencsére tudtunk még gólt rúgni utána, úgyhogy nem volt gond. Hol várod a csapatot a bajnokságban? Hát jelenleg harmadik helyen vagyunk, és hát a Csépluszi, aki nagy ellenfelünk, ők szerintem ők meg is nyerik a bajnokságot, úgyhogy nem dédelgetünk jó reményeket. De azért remélem, egy második, harmadik helyre odaérünk. Most ilyen pillanatban harmadikak vagyunk, de remélem meg tudjuk tartani. Az első játéknap utolsó mérkőzésén a Bombom volt és a MÁV gépészet feszült egymásnak. Szeretnénk győzni, meg hát későbbiekben is szeretnénk az első háromba végezni ebbe a bajnokságba. Mi az erőssége a csapatnak most? Csapatnak? Csapat egészében erős, azt gondoljuk. Ezért is törekszünk arra, hogy minél előbb végezzünk a tabellán. Remélem, inkább a játék fog dominálni, mint a keménység. Hát azért jöttünk ide ennyien össze, mert a játékot szeretjük. Nem egymást rugdosni, remélem, nem erről fog szólni a mérkőzés. Milyen formában van most a csapat? Kirobbanó. Mert legutolsó helyen vagyunk, úgyhogy csak a pontszerzés értethet minket, illetve annak reményében lépünk pályára. Mindkét csapat gyorsan játékba rendült, és az első percekben felváltva vették be egymás kapuját. Ekkor azt gondolhatta a külső szemlélő, hogy az őszi találkozójukhoz hasonlóan, amit a Bombon nyert 9-6-ra, itt is potyognak majd a találatok. Nos, a Csucsánszky Zoltán vezette pályaválasztó görcsösen próbált felülkerekedni sereghajtó ellenfelén, akik jó játékukkal szorossá tudták tenni az eredményt. A végeredmény 6-4 a Bombon volt javára.
Az egyetlen keddi mérkőzésnek a VOK pályája adott otthont. Itt a tabella második helyezettje, a Klub Feca fogadta a Más Tészta együttesét. A hazaiak tartottak a ellenfelüktől. A Más Tésztával találkoztunk a bajnokság előtt egy kupán, ezelőtt két héttel, és az 30 perces mérkőzés volt, csak még ez 50 perces lesz, és 4-0 után 4-3 lett a végeredmény, de hogy van még pár perc a felett, hogy sikerült van az ellenfélnek kiegyenlítenie, úgyhogy nagyon oda kell figyelni a mai mérkőzésen is. Én tudom, hogy a Más Tészta jó csapat, ráadásul mi most összesen 6-an vagyunk egy cserével, mert elég sok a sérültünk és a hiányzónk. Azért megpróbálunk nyerni, a 10 hely van közöttünk a tabellán, mi vagyunk az esélyesebbek, de ez a kis pályán nem sokat jelent. Ugye nem mindegy, hogy hol végeztek a végén, a végelszámolásban, mindenképpen elől, de mégis hányadik hely. Mit vársz a szezontól? Nagyon szeretnénk a dobogon végezni, és 9 év alakult a csapat, most vagyunk 5. éve az első osztályban, még dobogon soha nem voltunk, tavaly 4. helyen végeztünk. Hát most az első 3 hely bármelyiken végeznénk, annak nagyon örülnénk, de van 5-6 olyan csapat, aki közül bárki nyerhet és bárki 6. A Más Tészta kulcsemberük nélkül volt kénytelen kiállni az összecsapásra. Sajnos ezt a mai mérkőzést egy nagyon szomorú dolog árnyékolja be, az, hogy a kapusunk, aki egy nagyon jó képességű játékos, a hét elején kórházba került, és most csak annyit tudok mondani, hogy a 50 perc múlva nagyon jó érzés lenne azt mondani, hogy ezt a mai győzelmet neki ajánlom. Remélem, hogy joggal tartanak tőle, bár lényegesen esélyesebbek, mint mi, de hát voltak már a kispályán is meglepetések. Mi nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, jó lehet a számunkra, talán csak egy év, de ez alatt az egy év alatt is a város és talán az ország legjobb csapatai ellen játszhatunk. És minden erőnkkel azon leszünk, hogy megnehezítsük a dolgunkat, nem fogjuk olcsón adni magunkat. Hogyan próbáljátok pótolni a kapust? Hát az a srác áll majd a kapuban, aki korábban, nem is olyan régen, a harmadosztályban is végigvédett nálunk több idényt. Bár régen volt már kapuban, de azért van tapasztalata. Hát azt hiszem a legjobb pótlás az lesz majd, hogyha megpróbáljuk a kapunktól minél távolabb tartani a labdát. A mérkőzés első fél ideje páratlan izgalmakat hozott. Meglepetésre a Más Tészta szerzett vezetést, és remek játékukkal tartani is tudták az eredményt, azonban a játékrész végétől a Máriási, Molnár Zsolt, Balogh Zoltán vezette Klub Feca egyre inkább átvette az irányítást. A kékfehérek 1-1-es félidő után a látottak alapján túlzott különbséggel 7-3-ra verték a meccs végére elfáradó Más Tésztát. Szerdán az utolsó játéknapon a 10. helyezett Bádogos és a tavalyi bajnok Turullány csatája nyitotta a küzdelmek sorát. A címvédő okos, magabiztos játékkal végig irányította a mérkőzést, de a zöld-feketék is gyakran kerültek helyzetbe, ám a pontos befejezés rendre elmaradt. A Turullány gól nélkül úszta meg a találkozót, melynek végeredménye 3-0 a kékfehérek javára. Nagyon nehéz volt, mert hajtós kis csapat, nagyon jól védekeznek és keményen játszanak, úgyhogy nehéz volt szemük nyerni. Tőletek bajnok csapathoz méltó játékot és győzelmet vár mindenki hétről hétre. Ezt sikerült teljesíteni, úgy gondolod? Hát nem nagyon, mert kicsit visszaestünk. Valahogy belül elkönyveltük, hogy hát most megyünk a bajnokok, ugye valamit már elértünk, úgyhogy mindenki minket akar megverni, ez nagyon megnehezíti a dolgunkat. Mindenki keményebben játszik, erőszakosabban. Most pedig nem megy úgy a játék, mint tavaly. De mi nem vagyunk elkeseredve, még nincs messze az első hely, úgyhogy megpróbáljuk behozni őket. Mi várható a jövő héten? Újabb nehéz mérkőzés vár rátok. Így van, a zöldértel játszunk, ők kiesési helyen állnak, úgyhogy nekik még nagyon kell a pont. De azt hiszem minden meccs nehéz, itt nincs könnyű meccs már az első osztályban. A Bádogos vezetője szerint verhető volt a Turullány. Az igazság, hogy van két sérültünk, meg két magasabb osztályban játszó játékos, akik az edzés véget, illetve edzőmeccsük van, kicsit tartalékosan álltunk fel. Tehát igazándiból én látva az ellenfelet most eléggé rossz paszban volt, én úgy éreztem, hogy ha itt lett volna mindenki, akkor bizony meg tudtuk volna fogni. Annak ellenére, hogy ugye a bajnok csapattal játszottatok. Így van. Tehát annak ellenére, de mindahogy látszódott, hogy igaz, hogy az ellenfél már 3-0-án nem úgy futballozik, de azért itt a helyzetekből lehetett volna egy-kettőt kicsit szépíteni, ha más nem még győzelem nem is, de szépíteni lehetett volna, soha nem számít. Mindig kell az a gól, ha egy is, ha kettő is. A sárgamezes Fedél Kft. Pályaválasztóként a Zöldker 96 Kft. Együttesét fogadta, és szinte teljesen saját kapujához szögezte ellenfelüket. A szünetben már 2 gól volt a Fedél előnye. A játékon még van mit csiszolni. Végül sok új igazolásunk van, és nagyon sok meccset kell még játszanunk, hogy igazán összeszokjunk, de az alap az szerintem jó, tehát van mire építkezni. Ez egészen bizonyos most már, hogy nyertek ezen a mérkőzésen, de nem könnyű. Hát még nem biztos, mert ezen a 225 perc alatt 3-4 gól sem előny, szóval
két-három perc alatt le lehet dolgozni ennyi előny, de megpróbálunk koncentrálni. Hát ősszel elég gyengén szerepeltünk, mindenképpen javítanunk kell tavasszal, ezért szerencsére a játékosok is partnerek ebbe és harapnak. Mi várható tőletek a jövő héten, hiszen azt mondtad, meglehetősen rapszodikus teljesítményt nyújt a csapat? Hát ez remélem, hogy csak az ősszel igaz, tavasszal szeretnénk mindenkit megverni. Úgy negyünk fel a pályára. Valaki a kispályás labdarúgásról beszél Fehérváron, akkor azt mondja, hogy veled kezdődött minden. Most viszont, mintha nem annyira acélos, nem annyira jó lenne ez a csapat. Az az igazság, hogy sokat sérültünk, és most is alig tudunk kiállni. Én reménykedem abban, hogy súlyos vereséget nem szenvedünk ezzel a csapattal. Mi a cél, amit megfogalmaztatok a bajnokság elején, és mi teljesült eddig belőle? Hát, ahogy említettem, egy kicsi idős a csapat. Én azt szeretném, ha bent tudnánk maradni továbbra is az első osztályba. És ehhez a cél érdeke mindent elkövetünk, hogy ez így legyen. Ez jelenteti azt is, hogy próbáltok fiatalokat felkutatni, akik állandó, akik a magja lehetnek az idősebb játékosok mellett a csapatnak? Így igaz. Én azt gondolom, hogy mindenképpen kell fiatalítani, és egy-két-három fővel meg kell erősíteni a csapatot. Az imént mondtad, hogy a legfőbb cél a bentmaradás, jövő héten viszont egy rangadó vár rátok a bajnok csapattal. Én remélem, hogy a sérültek közül egy páran föl fognak gyógyulni, és méltó ellenfele leszünk a túlánynak. Az UEFA Kupa döntőt is megjárt Horváth Gábor vezette zöldker, megpróbált talpra állni, ám erejéből csupán egyetlen gólra futotta, így az összecsapást a hatodik helyezett Fedél Kft. 5-1-re nyerte. Nézzük tehát még egyszer a 15. forduló eredményeit. Fapados Söröző, Fevita 6-4, C plusz V, Gallon Kft. 4-1, Bonbon Bolt, Máv Gépészet 4-3, Klubfeca, Mástészta 7-3, Bádogos, Turulány 0-3, Fedél Kft., Zöldker 96 Kft. 5-1, Blue Hétfő, Süni és Barátai 4-7. A tabella a következőképpen alakult. A C plusz V továbbra is őrzi első helyét a pontvadászatban 28 ponttal, második a Klubfeca 24-jel, harmadik a Fapados 22-vel, negyedik a Bonbon Bolt 21 ponttal, a Turulánynak az ötödik helyen 20 pontja van. Kisebb különbség után következik a Fetél Kft., a Süni és Barátai, a Blue Hétfő, a Gallon Kft., a Bádogos együttese, majd a 11. helyen a Zöldker 96 Kft., 12. a Fevita, és a Sort, a Mástészta és a Máv Gépészet zárja a 13. illetve a 14. helyen. Kedves nézőink, aki élőben szeretné látni a mérkőzéseket, az megteheti hétfőn és szerdán 18 órától a Köfém sportcsarnokban, valamint pénteken 21 órától a VOG-ban. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a kispálya legközelebb szombaton jelentkezik ismét. Viszontlátásra!